Kevés szomorúbb dolog van egy gazdátlan kutya tekinteténél. Minden benne van, a reménytelenség, a csalódottság és a félelem. Szívszorító egy ilyen tekintet, és megszokhatatlan. Ugyanakkor felfoghatatlan, hogyan képes valaki szélnek ereszteni a kutyáját, kiverni otthonról, vagy kitenni az autóból az út mellett. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében egyetlen kutya otthon működik, több száz kutyával és önkéntesekkel, akik éjjel-nappal próbálnak, hogy mondjam, emberi vagy állatibb körülményeket varázsolni ezeknek a szerencsétlen sorsú kutyáknak. Nem nagyon tudom elmondani, hogy milyen érzés az, amikor közel 200 kutya ugat és vonyít egyszerre, mert mindegyik arra vár, hogy valaki hazavigye őket. Aki járt már Manhelyen, az tudja, hogy az embernek ilyenkor összeszorul a szíve. De akinek van vagy volt már kutyája, tudja, hogy milyen az, amikor a szeretett háziállata szemei mélyen beégnek a gazdi retinájába. Nos, most velem is valami hasonló történt. Ezeket a szempárokat nem lehet elfelejteni, és hatalmas erő kellett ahhoz, hogy ne hozzak el egy kutyát Máté Szalkáról. Persze nem azért nem hoztam el, mert kegyetlen vagyok, hanem azért, mert felelősen gondolkodom a kutyatartásról. És ha ezzel mindenki így lenne, talán nem tartanánk ott, hogy ezen a Máté Szalkai kutyamenhelyen négyszer annyi kutya van, mint amennyi ténylegesen elférne. Anita és Szilvi. Ők azok, akik évek óta az összes szabad idejüket feláldozva kutyákat mentenek. Anita jogászként dolgozik Budapesten, onnan jár le ide Máté Szalkára, amikor csak teheti. Tulajdonképpen ő egyedül az, aki a saját fizetéséből finanszírozza az egész Manhely működését, és ők ketten azok Szilvivel, akik csaknem 200 kutya sorsáról gondoskodnak nap mint nap. Nincs szombat, vasárnap, nincs ünnepnap, minden nap itt kell lenni. Szilvi gyakorlatilag mondhatni éjjel-nappal a kutyákkal van, annak ellenére is, hogy egyébként két gyerek édesanyja is. Kisgyerekkorától kezdve élhal az állatokért. Volt, hogy egy baglyot vitt haza, mert látta, hogy eltört a lába, de volt, hogy az egereket is összegyűjtötte. Ezt nagyon-nagyon nehéz épésszel csinálni, és emberek vagyunk, tehát nekünk is meglátszik ez a napi viselkedésünk. Nekem is vannak rettenetesen rossz napjaim, és bármennyire is sajnálom, ezt néha a környezetem kell, hogy érzékelje. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ők ketten a Manhely legfrissebb lakói. Sohány. Nagyon-nagyon sohány. Nevük még egyelőre nincs, mivel Anitáik ismétlődő neveket nem akarnak adni a kutyáknak, újat meg nem olyan könnyű napjában többször is kitalálni. Neki egy meleg, száraz, steril helyen kellene tartózkodnia, itt tudtuk elhelyezni, és akkor naponta megy nála a sebkezelés. Sokan sokszor támadják őket, és velük együtt természetesen más menhelyeket is, amiért koszos vagy embertelen körülmények között tartják az állatokat. Nem fognak bántani így a kutyák, hogy ki vannak engedve? Nem fognak bántani, nem, egyik sem hamis. Na most persze lehet vitatkozni azzal, hogy mennyire tiszta ez a hely, vagy mennyire fertőzés veszélyes, de az tény, hogy az itt lévő kutyákat minden nap etetik, mosdatják, sőt ki is futtatják, és gondosan rakják össze őket a kenelekbe úgy, hogy semmiképp se verekedjenek össze a kutyák. Emellett pedig rendszeresen hordják őket állatorvosi vizsgálatra, és ha szükséges, kezelésre. Nyilván Szilviék is annak örülnének a legjobban, ha megfelelő, szép körülmények között lehetne mind a 187 kutya, de ehhez rengeteg pénzre lenne szükség, na meg emberre. Mert hogy az nyilvánvaló lehet mindenki számára, hogy két nő nem elég egy egész megye kóbor kutyáinak az ellátására. A két nőben akkor fogalmazódott meg a Manhely gondolata, amikor éveken keresztül végig kellett nézniük azt, ahogyan egy közeli sintértelepen nemhogy nem gondozzák a kutyákat, hanem rendszeresen a legdurvább módszerekkel kínozzák őket. Gyakorlatilag pici nyúlketrecekben tartva az állatok, hónapokig, akár évekig nem kiengedve, felesleges szaporulatot szándékosan létrehozva lettek tartva, folyamatosan mosléka letetve, és hát ugye hatalmas volt az a halálozási arány, állatorvos nem látott a telep, iszonyú fertőzöttségben pusztultak el ott a kölykök.
Sikerült bezáratni a sintértelepet, ezzel azonban hatalmas terhet vettek a nyakukba. Az összes környékbeli kutya hozzájuk érkezik be, de bármennyit képesek dolgozni és küzdeni azért, hogy soha többé ne legyen gyepmesteri telep Máté Szalkán. Elkezdtek kidolgozni egy programot, első lépésként el szeretnék érni, hogy a menhelyre beérkező kutyákon kívül a környékbeli állatokat is ivartalanítsák. Ugyanis innen indul a káosz. A kutya világra hozza a kölyökeit, a kölyököket meg kiteszik az utcára. Aztán vagy elüti őket egy autó, vagy bekerülnek a menhelyre. Az emberek nem akarják meglátni a valóságot, tehát nagyon könnyen ítélkeznek úgy, hogy soha nem jártak egy menhelyen. Nem ezen a menhelyen, bármilyen más menhelyen. Mi mindenképpen abban gondolkodunk, hogy itt legalább a megyét mi hamarabb próbáljuk meg rendbe tenni az elkövetkező években, ami egy elég komoly kihívás, mert az egyik legproblémásabb megyéről beszélünk Magyarországon. Andreánál vagyunk egy ideiglenes befogadónál, ami azt jelenti, hogy átvállalja a menhelytől a kutyákat, ezzel együtt természetesen a gondozásukat is. Majd ha Anitáék találnak végleges gazdát valamelyik kutyának, akkor Andi elengedi őket, ezzel pedig esélyt ad egy újabb kutyának. Úgy tudom, hogy Maja van itt a legrégebb óta, ugye? Igen, ő a legelső, hát ilyen befogadott kutyám. Máté Szalkáról hoztam haza, egy május 1-én mentem, hogy én bulizok, és kutyával jöttem haza, és elmaradt a bulizás. De itt van például Brandon is, ő 4 éve került Andihoz, a hódmezővásárhelyi gyepmesteri telepről lett kimentve, majd megműtötték, és azóta itt éldegél. Szocializálom őket, a félős kutyusokat ugye lelkileg helyre kell hozni, én nekem ez nagyon megy, ezt kölcsönösen szocializáljuk egymást, én is nagyon jól érzem magamat velük, és egy nagy sikerélmény egyébként, mikor egy beteg ápolt kutyust kell még arra bátorítani, hogy higgyen még egyszer az emberekben. Volt olyan, amikor 15 kutya is volt itt. Bármilyen furcsa, jól kijöttek egymással. A menhelyes kutyákról ugyanis tudni kell, hogy mivel általában rengeteg megpróbáltatáson mennek keresztül, mire bekerülnek, ezért borzasztóan hálásak tudnak lenni azzal, aki befogadja őket. Tartunk egy kutyust, vagy én örökbe fogadok egyet, akkor ha nincs kivartalanítva, akkor kivartalanítom. Mert az ne fialjon. Tehát ezek olyan... Tehát ez egy nagy felelősség. Tehát ez egy alapvető dolog, hogy nem hagyjuk utána azt, hogy szaporodjon az a kutya. Amikor visszaértünk a menhelyre, már besötétedett. Egy normál embernek ez a nap végét is jelentheti. Anitáiknak azonban szinte még csak most kezdődik. Kati az egyetlen segítőjük, most is ő ad enni a kutyáknak. Ő nem túl sok túlzással, éjjel-nappal itt van. Egyetlen egy fűtött helyiségük van, azt a kiskutyáknak tartják, hogy biztosan ne legyen semmi bajuk ebben a hidegben. Nekik viszont nincs semmilyen kialakított melegedőjük, az egész napot a hidegben kell kibírni, ha esik, ha fúj, akkor is. Az állatorvos nem messze rendel, viszont csak 6-ig, úgyhogy gyorsan oda kell érni a kutyákkal. A tacskónak csipre van szüksége, a kicsinek meg a 3. kötelező oltásra. A kocsiba bepattant egy-két másik kutya is, úgy látszik, ők is menni akarnának. Mi járatban vagytok? Van egy viszonylag friss szerzeményünk. Lejárt a karanténja, akkor először kezdjünk vele szerintem. Igen, ő már járt. Huncutka. Huncutka. Nem, ő Hézel. Jaj, de cucuri. És neki jön a 4. oltás, a 3. Gáborhoz már 6 éve hordják a menhelyről a kutyákat Anitáik. Nincs kivétel, minden kutyát elhoznak kivizsgálni. A menhelyes kutyák mennyiben mások, mint azok, akiket normál családtól hoznak ide? Több szempontból másak. Egyrészt ugye a kölyök kutyák, tehát a fiatal korban kerülnek utcára, sajnos nagyon sok olyan tapasztalatunk van, hogy felelőtlen állattartók egyszerűen kidobálják zsákokba, dobozokba, meg sokszor elég kegyetlen módszerekkel tudnak megszabadulni a kiskutyusoktól. Gyere, pofa, kapsz egy szorít, jó? Jaj, tudjuk, hogy tragikus volt.
Megnézzük azért, hogy mikrocsip nincs-e benne, bár hogy az alapítványosoknak is van csip leolvasójuk. A másik kutya nemrég került be a menhelyre, így első körben egy csipre van szüksége. Majd két hét múlva, ha letelt a megfigyelési zárlat, akkor megkaphatja ő is a veszettség elleni oltást. Addig ugyanis minden új kutyánál felmerülhet a veszettség gyanúja, ezért két hétig karanténban kell őket tartani. A legfontosabb talán az lenne, ha az embereket meg lehetne tanítani a felelős kutyatartásra. Ha csak és kizárólag azt tartanak kutyát, aki tud és akar is velük foglalkozni, ha nem szaporítanák őket feleslegesen, na meg ha egyre többen választanának kutyát az ország valamelyik menhelyéről. Tyson 2011 óta, tehát tulajdonképpen a menhely indulása óta itt van. Az orvosok nem adtak neki túl sok esélyt, de Anitának és Szilviának köszönhetően túlélte a megpróbáltatásokat. Megtippelni sem lehet egyébként, hogy hány olyan helyzetben lévő kutya van ma Magyarországon, mint Tyson, és azt sem lehet megtippelni, hogy hány kutyakóborom a Magyarország utcáin. Tysont egyébként senki nem akarta, és valószínűleg nem is akarja majd hazavinni. A heti naplóban Török Réka riportját látták. A Facebook oldalunkon megtalálják a kutyamenhely telefonszámát, pontosabban számlaszámát, de ott lesz a telefonszám is, megígérem, ha már kimondtam. Ha tudnak, segítsenek, örülnék, ha sok kutya a gazdára lelne még karácsony előtt. Nagyon örülnénk neki.